A döntőbe jutásért játszik a CMB Cargo Uni Győra a női kosárlabda NB1 rájátszásában. A párharc első találkozóján a sérülésekkel hátráltatott Diós Győr Miskolcon egy szoros mérkőzésen legyőzte a vendég zöldfehéreket. A visszavágóra azonban a hétvégén elkövetett hibákat mindenképp ki kell javítani, hogy egyenlítsen a győri csapat. Volt a csapatnak olyan kihagyásai, ami előtte 5-6 percig dolgoztunk, hogy meglegyen egy 5-6 pontos előny, vagy hogy visszajöjjünk a hátrányból nullára, vagy esetleg mi vezessünk, és ezt pillanatok alatt vissza ajándékoztuk. Ezeket a rövid zárlatokat kell kiszűrni. Hát egyébként minél több mérkőzést játszunk, annál fáradtabbak a lányok, úgyhogy akarati tényezők fognak elsősorban dönteni. A hazai pálya előnyét mindenképpen szeretné kihasználni a zöld-fehér alakulat. A center játékosok nélkül készülő Diós Győrt szeretnék egy harmadik mérkőzésre kényszeríteni, hogy aztán egy kiki meccsen dőljön el, mely csapat juthat a bajnoki döntőbe. 40 percig kell koncentrálni, az biztos. A Diós Győr attól függetlenül, hogy két meghatározó játékosa kivál, ettől függetlenül nagyon erős csapat, szerintem még így is erősebbek, mint mi. Nyilván hazai pályán nem is kell gondolkozni itt a harmadik mérkőzésre, itt meg kell tenni mindent, aztán meglátjuk, hogy elég lesz, és meg tudjuk-e őket venni, egyébként nagyon bízom benne. És a harmadik meccsen tudunk 40 percig koncentrálva játszani, nem ajándékozok könnyű kosarakat az ellenfelünknek, 65-70 ponton tartani őket, amit már sikerült a bajnokságban, a Magyar Kupán is, és ugye ez a támadójátékot tudjuk tartani, akkor lehet csak meg. A két győzelemig tartó párharc második mérkőzését szerdán 18 órától játsszák Győrben az egyetemi csarnokban.